Morning all. I'm Dr. Enrico Üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Dr. Enrico Cassai vagyok. Nagy megtiszteltetés itt a 20. Dental World-on előadni az önök számára. Sajnos a COVID miatt nem lehetünk jelen személyesen ezen az előadáson, de igyekezni fogok egy kiváló előadással szolgálni az önök számára. The title of my lecture is The Blue Alloy in Modern Endodontics. Az előadásom címe a kék ötvözet a modern endodonciában. Before starting my presentation, I would like mielőtt elkezdeném, szeretnék bemutatkozni egy picit. I live in the north part of Italy, in Észak-Olaszországban élek. Ferrarában élek. Irányba haladunk a tű mentén, egyre csökken a konicitása a tűnek. Emiatt is sokkal rugalmasabb tud lenni a tű, és sokkal kevésbé vesz el dentint a koronai szakaszon, mint az apikálisom. The use of this file is a single file. Ez egy single file rendszer. Related for a feature of the instrument. The big flexibility of the instrument that is related to the heat treatment. Túl magas hajlékonysága a hőkezelésnek köszönhető. Itt látható egy új és egy már négyszer használt tűnek a scanning elektromikroszkópos felvétele. As the reciprocal wire, also the reciprocal blue has to be used as a single file. That because ezek a tűk alapvetően egyszer használatosak. Ezt azért fontos szem előtt tartani, mert ezek szuperelasztikus tűk, és mivel kopnak az élek használat közben nagyon gyorsan, ezért csökken a megmunkáló képessége, hatékonysága a csatornában, ezért próbáljuk meg ezeket a tűket egyszer használni. És ilyenkor van az, hogy egy kopott tűvel erősebben próbáljuk benyomni a csatornába, és ilyenkor szoktak eltörni. A két kollégám végezték ezt a kísérletet. And you can appreciate from the on the left side the file that is new and the right side látható az új és a többször használt tű közti különbség.